Hálát adok a drága mennyei atyának, mind az itt a bevégzett munkáért, amit itt agyön cselekedett ebben a gyülekezetben. Ha reggeltől estig hálát tudnánk adni, az sem volna neki elég, mert itt mindenki meggyógyult, itt mindenki áldott lett ebben a gyülekezetben. Köszönjük, mennyei atyám! És most az András elmondja a saját megvallását a gyógyulásról. Tessék, mondjad, Andris! Én körülbelül egy éve járok ide a gyülekezetbe. Azelőtt beteg voltam, de most már jól vagyok, és az Úr meggyógyított, és köszönöm ezt az Úrnak, és hálát adok ezért az Úrnak. Volt többféle betegséged? Igen, nagyon sokféle betegségem volt, de hála az Úrnak, meggyógyultam belőle, és úgy érzem, hogy most már jól vagyok. Dicsőség Istennek! Köszönjük az Úr Jézusnak ezt a gyógyulást. Hálát adunk neki érte. És mondtál valamit, hogy éjszaka kijelent meg neked? Éjszaka már második alkalommal megjelent nekem a Jézus, és mondta így, ő ahogy mondta, én csak úgy tudom mondani, hogy nagyon szeret engem, és szeretné, ha ezen az úton maradnák, és ezen az úton haladnák tovább, mert ő akkor engem meg fog menteni az örök kározattól. Köszönjük szépen az Úr Jézusnak ezt a kijelentését, és mit ajánlasz az algyai lakosoknak? Én csak ugyanezt tudom ajánlani, hogy ők is higgyenek ebben az Úrban, itt jöjjenek ide az egyházba, és higgyenek, nagyon higgyenek, mert az utolsó időket éljük, és jöjjenek. Nem tudok más, mint csak azt, hogy jöjjenek, mert itt higgyék el, itt meg fognak gyógyulni, és itt az Úr meg fogja őket menteni minden bajtól, problémától, betegségtől. Köszönjük szépen ezt a megvallást. Hát addig, amíg itt vagyunk a Földön, nem is gondoljuk, hogy a pokol mennyire valóságos. De amikor el kell költöznünk bizony, akkor szembesülni kell vele. És aki az Úr Jézust nem fogadja be, az sajnos oda fog kerülni. Szeretném, ha Icuka is elmondaná most, hogy ő vele milyen csodákat tett az Úr Jézus, mióta ide jár a gyülekezetbe. Hát én csak azt tudom mondani, hogy én tavaly júliustól járok, és hát én amióta ide járok, én teljesen megváltozott az életem, nagyon szeretnek a gyerekeim, boldog vagyok, örülök, egészséges vagyok, és nem tudok mit mondani, csak azt, hogy mindenkinek ajánlanám ezt, hogy jöjjön a gyülekezetbe, mert szeretetet, gyógyulást, mindent megkap az Úrtól, és boldogságot mindent, a családjával, mindenbe, és áldom az Urat ezért, és köszönöm neki. Hálát adunk a mennyei atyának és az Úr Jézus Krisztusnak minden bevégzett munkájáért. Katikám? Hát én már több éve járok a gyülekezetben, de ide a Győrre én is egy év óta járok, nyár óta, és hát én is azt mondom, mint az előttem lévők, hogy igenis mindenkit szeretettel hívunk és elvárunk ide a gyülekezetbe, mert itt tényleg valójában mindenki Isten a jó voltából, akaratából meggyógyul, és mindenbe segít a jó Isten. Mindenbe segít. Én engem nagyon sok mindenbe megsegített, hála az Úrnak, és csak hálával, és nagyon sok hálával tudok. Szeretném, ha mondanál valamit konkrétan, hogy ez milyen segítség volt, gyógyulás, anyagi segítség, áldás, vagy mi volt az, amiben az Úr Jézus neked a segítségedre a volt? A gyógyulásomban is nagyon sokat segített, hiszen két nagyon nagy műtéten estem keresztül, az egyik 5,5 óra asszás volt, a másik 4,5 óra asszás nagy műtét. Hála az Úrnak, panaszmentes vagyok. A másik pedig viszont sikerült hozzájutnom egy szolgálati lakáshoz, amiben párommal és a családommal együtt nagyon jól érezzük magunkat, és dicsőség az Úrnak, munkám is van mellette, bírom dolgozni is, úgyhogy én csak hálával és hálával tartozom az Úrnak. Tehát akkor ezzel a pároddal való kapcsolatodat is az Úrnak köszönheted. Igen. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek mindenkor. Igen. Köszönöm szépen.
Isten áldjon meg benneteket hatalmas.